óvodások vendégeskedtek az FC Dabas sportpályáján. A játékos feladatok közben az edzők azt figyelték, kiknek van a legnagyobb tehetségük a focihoz. Őket célirányosabban tudják a labdarúgás felé terelgetni. A Dabas város önkormányzatának óvodáit fogadtuk, hat óvodát látunk itt most vendégül. 95 gyerek érkezett a nevelőkkel együtt, itt 10 edzőbácsi, edzőnéni, testnevelő tanár fogadja őket teljesen egyszerű gyakorlatokat fognak végrehajtani a gyerekek abszolút nem a futball az első számú szempont, hanem az hogy jól érezzék magukat, játékos feladatok lesznek, ügyességi feladatok lesz ö, többféle labdával hajtják végre, lesznek labdanekrídok, szögdelések is, arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy mennyire tudnak koncentrálni, és esetleg a legügyesebb gyerekeket már utána az ovfc is még jobban be tudjuk vonzani. A nyári tábor is erre fókuszált, hiszen a nyári tábor alatt is, a kézügyességtől kezdve mindenféle fejlesztő, képességfejlesztő gyakorlatokat is csináltak a gyerekek. Itt is ugyanerről van szó, és a nyári tábor tapasztalatai alapján kezdtük el ezt a programot, tulajdonképpen amivel hagyományt szeretnénk teremteni. Tehát ez nem egyszerű alkalom hanem hat hetente, két havonta óvodavezetőkkel majd leülünk, megbeszéljük, hogy lesz erre lehetőség, szeretnénk ezt folyamatossá tenni. A nyári tábor nagyon jól sikerült, ő nekik ez az első ilyen alkalom, amit a mi szervezésünkben végeznek a gyerekek. Eddig nagyon jó a hangulat, a kisvonat is megtette a társát, és a vasember is velünk dolgozik, ugye? velünk tornázott most a zenés tornán, és most kezdik a gyakorlatokat.